A Honismereti Szövetség a Tolna megyei Egyed Antal Egyesülettel együttműködve 2023. augusztus 14 és 18 között rendezi meg a 27. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát és Tábort Bonyhádon, a Völcség szívében. A város először szolgál helyszínéül a nívós eseménynek. Ez a Kárpát-medence legnagyobb helytörténeti találkozója, amelyre mintegy 100 résztvevő érkezett az ország minden részéről, de a határon túli közösségekből is. Az ide sereglő diákoknak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szolgál bázisaként. A gimnázium a nyitó napon verssel és zenés előadásokkal kedveskedett az ideérkezőknek. Az ünnepélyes megnyitón kiemelték, hogy a Honismereti Szövetség létfontosságú munkát végez a nemzet fennmaradása érdekében, jelentős értékmentő feladatot lát el, illetve hogy a magyar nemzet csak akkor ismerhető meg igazán, ha a saját helyi kultúránknak és értékeinknek a birtokában vagyunk. Köszöntöm a diákokat, akik eljöttek és felkészültek. Debreceni Dropán Béla, az Országos Honismereti Szövetség elnöke beszédében emlékeztetett, hogy az eltelt fél évszázad alatt kiadványok, konferenciák, események sokaságát hozták létre, és mindez jótékony hatással volt a magyar nemzet életére. Az akadémia témája idén a regélő szülőföld lesz. Az ötnapos eseménysorozat során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhely foglalkozásaival színesítik a programokat, illetve a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járják körül a résztvevők. Én azt gondolom, hogy ebben a 4-5 napban megpróbáljuk a hagyományokat is megtartani. Azért a konferenciának vannak hagyománya. Ilyen hagyomány például, hogy a gyerekek készülnek, korreferátumok, úgynevezett korreferátumokat tartanak. Ez azt jelenti, hogy egy pályázatot írtunk ki a gyerekeknek, ezáltal juthattak be a legjobb tanulók, a legjobb pályázatírók, és a pályázatnak a témája az volt, hogy regélő szülőföld. A területeken levő népmondákról, legendákról írhattak, de akár dűlő történeteket is megfogalmazhattak. 10-15 perces előadásokkal készültek a diákok, sőt ezt nagyon sokszor még vördős írásos formában is megalkották. A 7 és 12 évfolyamos diákoknak a mondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területről szóló kis előadással kell készülni, szülőhelyükről vagy a szűkebb környezetükben keletkezett vagy ismert babonákból. Gesztes Jenikő hozzátette, hogy a honismeret hagyományainak megtartása mellett kiemelt fontosságúvá vált a modernizáció szerepe is. Emellett azonban, ahogy ezt kérdezte is, úgynevezett műhelymunkákat szoktunk mostanában bevezetni, amely műhelymunkákban ezeket a témákat dolgozzuk föl különböző formában. Ilyen 10 perces blokkokban fognak holnap este a gyerekek dolgozni. Ott van, aki bevonja őket, van, aki inkább előadásszerűen, hogy kell kutatni, mit jelent ez, hogy kell földolgozni, ők maguk milyen legendákat ismernek. Kiírtunk ezen kívül egy úgynevezett tanulói portfóliót, amely azt jelenti, hogy a gyerekek egy blogban fognak alkotni, és ezeket az alkotásaikat, amiket teljesen maguk csinálhatnak meg, ami eszükbe jut erről az egész programról, akár az előadásokról, akár a kirándulásokról, azokat bemutathatják, akár mémeket készíthetnek, Facebook oldalt, különböző játékokat alkothatnak, papírbolvákatnak, netes formában készíthetik el, tehát szabad a fantáziájuk, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Elindulunk a modern tanítási módszerekkel, és ez itt a tábor, ezek a táborban megjelennek. Egy nagyon-nagyon szép tábornak nézünk elébe. Én akkor gondoltam, hogy nagyon sokat szeretnék ezért megtenni, és nagy összefogással tudtuk az idén ezt a tábort országos pályázatok hiányában megoldani, rengeteg vállalkozó, 32 vállalkozó segítő segítségével.
Mert azt gondolom, hogy azt hallottam, és azt is gondolom, és tudom, hogy jó néhány gyereknek ez az egyetlen nyaralási lehetősége, amit itt fog megélni. És ezt nekünk ki kell használni, ezt az időt. A referátumok, műhelymunkák mellett a néptánccal, a helyi néptánccal fognak megismerkedni Szabadi Mihály elnökségi tagunknak a vezetésével, Siklósi Krisztián a növendékeit fogja elhozni, illetve néptánc együttes is, a decsiek fognak érkezni holnap, Gyöngyös-Bokréta hagyományőrző egyesület, illetve Kovács Gábor ének és muzsikus művész is elő fog adni, illetve az egyesületünkből Bognár Cecil Gyula szintén népdaltanulást fog a gyerekekkel, hogy úgy mondjam, végezni. A csütörtöki nap hagyományosan a tanulmányutaké, a gyerekeknek szabad idejükben lesz lehetőségük helyi néptáncokkal, népdalokkal és Tolna vármegye szépségeinek felfedezésével örökre szóló élményeket gyűjteni. Hogy kirándulunk. Egyrészt megnézzük Bonyhádot, három csoportban három különböző helyszínt fognak a gyerekek felkeresni, másrészt pedig szerdán Tolna megyétben egy kört, egy 150 kilométeres kört járunk be, Grábót, Szálka, Szekszárd, mert ugye azt a gyerekek nem ismerik, tehát átmegyünk a megyeszékhelyre, majd Kölesden fogunk ebédelni, a kölesdi önkormányzat vendégei leszünk, és akkor utána Borjád, Sárszentlőrinc, Kakasd, és úgy jövünk vissza. A program pénteken zárul. Tolna vármegyei Egyed Antal honismereti körnek, illetve egyesületnek a szervezése és az országos egyesületnek a szervezésében zajlik. Ez az akadémia. Mi házigazdái vagyunk városként ennek az eseménynek, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziummal közösen. És természetesen az önkormányzat minden támogatást megadott arra, hogy az ideérkezők, erre az akadémián résztvevők ezen az egy hét alatt itt a városunkban jól érzik magukat, a strandbelépéktől kezdve, támogatásokon, könyvajándékokon keresztül, a cateringen és sok minden más anyagi támogatáson keresztül igyekeztünk ezt az egy hetet kellemessé tölteni számunkra. Az idei szervezés helyi vállalkozók és Bonyhád város hathatós összefogásának köszönhetően valósulhatott meg.